A várakozásoknak megfelelően szinte teltház előtt játszotta le soros bajnoki kézilabda mérkőzését a két baranyai rivális. Az NB1B újoncát a Peacot fogadta, ugyanis a Kozár Miselyn Kézilabda Akadémia gárdája szombaton a bajnokság 7. fordulójában. Jobban kezdték a mérkőzést a vendégek, és az első gólt is Pap László tanítványai lőtték. Aztán egyenlített és át is vette a vezetést a ligában rutinosnak számító Kozár Miselyni csapat. Az első játékrészben fej-fej mellett haladtak a csapatok néhány gólos hazai előnnyel. Az egyetemisták háromszor kiegyenlítettek, de átvenni a vezetést nem sikerült a félidő végéig. 14-11-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok. Aztán jobban jöttek ki az öltözőből Pap László tanítványai, de összerántott a csapatát Gyulai László is, így a Kozár Miselyni győzelem nem igazán forgott veszélyben, bár üres kapura többször is veszélyeztettek a vendégek. A védelem jól zárt hátul, ha pedig meg is találták a pécsiek a rést, a kapuból érkezett a segítség, így bár végig közel volt a Peac, a Kozár Miselyni lányok 25-21-es végeredménnyel otthon tartották a két pontot. Szeretnék gratulálni mindenképpen a Peac csapatának, mert egy nagyszerű küzdelemre készítettek minket, de erre készültünk, nem történt meglepetés. Az elején picit beragadtunk, mert ugye ott nagy eltettük a bejszit, nagyon sok zicsert hagytunk ki, és azért ez a folytatásban meghatározta azért a mérkőzés alakulását. Én azt gondolom, hogy a védekezésünk az egész mérkőzés folyamán nagyon magas szinten működött, de itt olyan, hogy egy embert emeljünk ki, azért ez nem működik, mert ez egy csapatjáték, és én azt szeretném ugyanúgy, ahogy eddig is, hogy az egész csapat ilyen alázattal is így küzdjön, harcoljon. Nem lehet mindig jól játszani, bár nagyon szerettünk volna, és ez egy picit átcsapott görcsösségbe, de ezeket is meg kell szülni, ezeket is át kell élni, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdemelt volt a győzelmünk, de még egyszer tiszta szívből gratulálunk a Peacnak. Ahhoz képest különben sokat léptünk előre, ahogy múlt héten, meg az előző hétvégén játszottunk. Dinamikában, bátorságban, akaratban, azt gondolom, hogy bár akaratban talán nem, ez is sem volt probléma, de hiányzott az a játékból elég sok minden. Azt úgy láttam, hogy ebbe elég sokat kaptunk vissza, de megint megtettük azt a szívességet, és nyilván gratulálok a Miselynek a győzelemhez, de megtettük azt a szívességet, hogy saját magunkat verjük el. Tehát ez a rengeteg kihagyott zicser, szélről nagyon-nagyon sok zicser maradt ki, három üres kapu, kaptunk 12 méterről gólt. Nekünk azért minden olyan gólért vagy helyzetért nagyon-nagyon-nagyon meg kellett dolgozni. Nyilván ez a magasságunkból és rutintalanságunkból is adódik. Tehát nekünk nagyon-nagyon sok mindent kell azért tenni, hogy helyzetbe kerüljünk. És abból még ugye gólra is kell váltani nyilván, ami még nagyon-nagyon nehezen megy az utóbbi időben. De megtesszük a szívességet, hogy mi elverjük saját magunkat hetek óta. Hát ha azt a részét nézem, hogy akkor talán egy kicsit javulunk mondjuk ilyen dolgokba, akkor akár még meg is nyerhetjük ezeket a mérkőzéseket, de nekem nagyon-nagyon elegem van a szimpatikus vesztes helyzetből. A Kozár Miselyn Kézilabda Akadémia jelenleg 10 ponttal a hetedik, de mindössze egy pont választja el Gyulai László együttesét a második helyezettől. Az újonc Peac pedig 4 ponttal a 12. a 16 csapatos NB1B-ben.